A multirezisztens enterobakteriális rend által kiváltott fertőzések számának emelkedése különös odafigyelést kíván a széles spektrumú beta-laktamáz, ESBL és a karbapenemáz termelő törzsek detektálásában. A jelenleg használt rutin mikrobiológiai laboratóriumi kimutatás alapja az izolált tenyészet azonosítása különféle módszerek segítségével, biokémiai tesztek vagy MALDI-TOF, majd az antibiotikum rezisztenciák igazolása antibiogram, PCR vagy immunkromatográfiás módszerrel. Ezen időigényes módszerek alkalmazása a helyes antibiotikum kezelés megválasztását és kezdetét legalább 16, de akár 30 órával is késleltetheti. Egy új rezisztencia kimutató módszer, az NG DetecTool először kínál olyan lehetőséget, amelyet gyorsan, megfizethető áron, felhasználóbarát módon és közvetlenül a vizsgálati anyagból mutatható ki a beta-laktamázok jelenléte. Az úgynevezett NG DetecTool CTXM alkalmazásával a CTXM típusú ESBL enzimek 5 csoportja, az NG DetecTool Karba 5 alkalmazásával pedig a KPC, az OXA, a VIM, az IMP és az NDM karbapenemázok jelenléte egyenként mutatható ki a klinikai mintákban. Az eszköz a folyékony vizsgálati anyagokból baktérium sűrítményt készít, valamint semlegesíti a minta biokémiai összetevőit, melyek a helyes kimutatást befolyásolnák, így javítva ezzel a detektálás érzékenységet. A rendszernek köszönhetően jelentősen egyszerűbbé és rövidebbé válik a multirezisztens baktériumok kimutatása. Az NG DetecTool működésének alapja egy immunkromatográfiás csík, ami a minta kezelését egyszerűsítő műanyag eszköz belsejében található. A detektáló folyamat két lépésből áll. Első a minta feldolgozása, majd második a tesztcsíkon lezajló immunológiai reakció. Abban az esetben, ha pozitív hemokultúrával dolgozunk, az első lépésként 250 mikroliter lízis puffert adunk 500 mikroliter mintához, és összekeverés után legalább 2, maximum 30 percig reagálni hagyjuk. A filtrációra ezt az előkezett mintát használjuk. 500 mikroliter mennyiséget mérünk a filtrációs rendszer aljában elhelyezett csészébe. A filtrációs rendszert a tetejével lezárjuk, és egy levegővel telt fecskendő segítségével végezzük el a szűrést. A levegőt addig fújjuk a filtrációs rendszerbe, míg már folyadék nem, csak buborékok ürülnek. Abban az esetben, ha pozitív vizelet mintával dolgozunk, közvetlenül a klinikai mintát szűrjük a filtrációs rendszerrel. A csészét ebben az esetben helyezzük be az eszköz alsó részébe, majd zárjuk le a filtrációs rendszert a felső részével. Egy fecskendő segítségével szívjunk fel 5 ml-nyi vizeletet és némi levegőt, majd juttassuk át a mintát a szűrőn, egészen addig, amíg buborékok jelennek meg. Abban az esetben, ha anális törlettel dolgozunk, a minta dúsítására van szükség az eszköz használatának megkezdése előtt. A mintát mossuk bele 1 ml transport közegbe. Az NG DetecTool CTXM használatakor juttassunk 400 mikrolitert ebből az oldatból 4 ml-nyi BHI táptalajba, amely cefotaximmal van kiegészítve az ESBL kimutatása érdekében. Az NG DetecTool Karba 5 használatakor ertapenemmel kiegészített BHI táptalajba kell juttatni az oldatot a karbapenemázok kimutatása érdekében. Egy éjszakányi inkubációt követően 500 mikroliter előinkubált mintát mérünk a filtrációs rendszer aljába helyezett csészébe. Lezárjuk a filtrációs rendszert a felső részével, és átküldjük a mintát a szűrőn egy levegővel teli fecskendő segítségével addig, amíg buborékok jelennek meg. Amint a minta átjutott a szűrőn, csavarja le az eszköz alsó részét és helyezze át a szűrőt a mintafeldolgozó tartályba, majd távolítsa el a filtrációs eszköz felső részét. Mérjen a csészébe 250 ml extrakciós puffert, és csavarja rá a sapkát a tartályra. Ennek hatására a puffer a szárított konjugátumot tartalmazó részbe jut, a szűrőn keresztül. Rázza meg enyhén a tartályt, hogy a konjugátum feloldódjon. Helyezze a tartályt a detektáló rendszer kazettára, és enyhe nyomással törje át az alsó zárat, hogy a folyadék áramlása megkezdődjön. 15 perc elteltével szabad szemmel is leolvasható lesz az eredmény. Az ESBL vagy a karbapenemáz enzimek jelenlétét a vizsgálati anyagban az immunkromatográfiás csíkon megjelenő tesztvonalak igazolják. Az NG DetecTool CTXM esetében egyetlen tesztvonal jelenhet meg, míg a Karba 5 esetében 5 különböző vonal látszódhat, melyek az 5féle különböző karbapenemáz jelenlétét detektálják. Mindkét detektáló rendszer működése csak akkor validálható, ha a kontrollcsíkok a használat során kirajzolódtak. Mi történik pontosan a vizsgálat során? Az eszköz működési elve megegyezik az immunkromatográfiás gyors tesztekével.
A minta elsőként a konjugált antitestekkel kerül kapcsolatba. Ha a mintában jelen van az antigén, akkor a konjugált antitestekhez hozzákötődik, és tovább halad az immunkromatográfiás csíkon. A tesztvonal tesztvonalak területén az antigénnel kötött antitestek kikötődve színes csíkok jelennek meg. A szabad antitestek a kontrollvonalig tovább áramlanak, azt elérve szintén színes csíkot hoznak létre, amely a teszt valid működését jelenti. Ha a mintában nincsenek antigének, akkor a konjugált antitestek csak a kontrollvonallal reagálnak, így csak egyetlen csík lesz látható. Az NG DetecTool minden olyan követelménynek megfelel, ami a laborban történő alkalmazáshoz szükséges. Kimutathatóak vele a széles spektrumú beta-laktamázok és karbapenemázok, az eszköz érzékenysége magas. Az NG DetecTool segítségével időt takaríthat meg, pácienseit korábban és hatékonyabban kezelheti.